a szívünkben. Egy énekkel fogjuk zárni, szerdán lesz legközelebb alkalom 6 órától, majd pedig vasárnap lesz az alkalom a megszokott időben. Szeretettel várom mindenkit, és vártunk arra, hogy jöjjenek le azok is, akik vendégként vannak itt. Legyünk együtt, és közeledünk az Úr Jézushoz. Ő az, aki megelégítheti az életünket. De egy rövid bizonyságtétel még, hogy zárom, és utána kérem a záróéneket, hogy megerősítésképpen, amit elhangzott, hogy volt egy napokban történt ez, vagy hetekben történt ez velem, hogy valamilyen e-mail kapcsán, amit küldtek nekem, az egyik kedvenc együttesen, volt kedvenc együttesennek a zenésze, terülött az én gondolkodásom és a figyelmem, és elkezdtem utána keresni az interneten, és akkor elkezdtem hallgatni néhány olyan éneket is, ami nagyon kedves volt akkor nekem, és gondoltam, hogy ez, igen, ez nagyon jó zene, amit ezek a zenészek csináltak, és zenéltek. És keresgéltem tovább, néhány koncertfelvételt nézegettem, és úgy is gondoltam, hogy most is úgy gondolom, hogy valahol én erre szabad voltam. Nem gondolom, hogy ez bűnlet volna. Mindjárt elmondom a tanulságát ennek az egész dolognak. Amikor hallottam ezt a zenét, néhány együttötet a végénekek közül, akkor egy pici gondolat belült az én szívem és a gondolkodásomban, hogy mit ad ez nekem most? Értem, egy ilyen nosztalgia tölt rám a múltamból, a régi Isten nélkül életemnek a zenéiből, amik nagyon, amivel én töltöttem ki a szívemet. Nekem ezek voltak a zenék, amikkel a lelki szomjúságomat töltögettem kifele. És akkor közén így gondolkoztam ezen, ami az jött az én szívembe, hogy nem, én már nem az vagyok. Nekem ezek jó nosztalgikus élményt nyújtanak, de semmi többet. Az életem sokkal többről szól már, mint azok, annak idején azok a zenék és azok az énekek. Jó zene, stb. De nekem már más az életem. És jó volt így újra átértékelni 20 év után. Amikor az ember úgy beleszokik már a hívő életben, évek során keresztül, és akkor egyszer csak visszacsinál a régi víz, és azt az ember összehasonlítja azzal a vízzel, ami egyébként olyan megszokott módon élteti az ember. Azt mondja, hogy én már nem vagyok az, nekem már az a víz nem kell. Jó, meghallgatom, hogy ha adott helyzet van, de nekem már semmit nem volt ez a víz. Én kívánom, hogy talán legyenek ilyen összehasonlítások még az életünkben, hogy milyen érték van ott az életünkben, amit semmiért nem cserélünk fel. És igazából még jobban nyújjunk meg abból, hogy még bőségesebben merítsünk abból a vízből, amit kaptunk. Köszönjük a szolgálatot, a körzetünk, egész körzetünk.